Kedves nézőink, amint látják, a stúdiónk átalakult egy képgalériává, nem véletlenül, hiszen nagyon érdekes dolgokról fogunk beszélgetni, természetesen a festészetről is, de akit meghívtunk, annak az alkotó művészet egyben a hobbija is. És ennek mi szerettünk volna utána járni, hogy vajon hogy tud egy egész élet átalakulni és datálódni a művészetnek. Úgyhogy nagyon nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Pálffy Editet. Üdvözlöm, szervusz! És hát én ugye azt mondtam, hogy ez egyben a hobbid is, pedig szeretnénk egy kicsit megismerni. Ha ez a hobbid, akkor nyilván volt vagy van egy másik szakmád. Mi az, ami téged érdekelt, vagy mi az, amit tanultál? Igen, hát mindenkit üdvözlök, és pénzügyi területen, tehát igazából közgazdaságit végeztem, dolgoztam közel 30 évet, és változás állt be az életemben, és akkor ehhez kerestem most már egy olyan kreatív tevékenységet, hogy amiben igazából örömömet lelem. És így találtam erre a festészetre. Elkezdtem járni előadásokra, tanfolyamokra, és rátaláltam a jobb agyféltek és a rajzolásra. És az elég jól ment, és utána gondoltam, hogy hát, hogyha a rajzolás megy, akkor továbbfejlesztem a festésre is, és ebből alakítottam ki a festészetemet. Na most az ember azt hinné, hogy azért ez úgy jön, mint egy ihlet, vagy kell hozzá egy tehetség. Ez hogy volt, hogy tetszett a festőművészet, és kíváncsi voltál, hogy te képes vagy rá, vagy eleve belülről volt egy indítatásod, hogy neked ezt muszáj csinálni? Volt egy olyan, hogy a szobába szerettem volna vásárolni egy festményt, és szétnéztem a piacon, és egy gyönyörű vörös rózsát feszített vászon vásároltam, és amikor jobban megnéztem, arra gondoltam, hogy én is kipróbálhatnám magamat, és festenék egy ilyet. Tehát ez akkor képet. Mindenféleképp van. Igen, egy olyan, hogy az ember kap egy sugallatot, hogy én is meg tudnám. Mert azért valljuk be, hogy rendben van, hogy berendezünk egy lakást, kéne egy festmény, de azért nem mindegyikünkből válik alkotóművész. Tehát ahhoz, hogy most kipróbáld magad, általános iskolában egy-két alapdolgot megtanultunk, meg festékekről, na de hogy kezdtél hozzá? Hogy honnan tanultad meg a szakkifejezést, hogy feszített vászon, vagy hogy mivel kezdjél? Ecsetekkel, színekkel? Kitől? Igen, hát jártam előadásokra, tanfolyamokra jártam, utána, amikor eldöntöttem, hogy én festeni fogok, elkezdtem bújni a szakkönyveket, és szépen összeállítottam magamnak, hogy hol lehet megvásárolni ugye hozzá az eszközöket, és utána, mivel hogy én hobbi fotós vagyok. Tehát akkor a képek, a képi látásmód már természetes. Igen, volt neked. Igen, abból összeállítottam egy vázlatot, szépen elkezdtem rajzolgatni, hogy na most akkor először ezt festem meg, másodszorra, harmadszorra megfestettem a párizsi Eiffel-tornyot, és azt mondtam, hogy ha valaki úgy a valóság hűségét fölismeri, akkor folytatom. És felismerték, hát ezáltal folytattam. Ez egyébként érdekes, mert a képeidet nézve ez absztrakt is, meg megjelenítő formális művészet is. A kettő határán van, sőt, képenként változik. Igen. A felismerhetőségről jutott eszembe. Egyáltalán mi a különbség szerinted az absztrakt és egy megjelenítő festmény között? Az absztrakt képnél mindig van a látás, illetve a hatás. Most a látás az, hogyha megnézzünk egy absztrakt képet, hogy na most te mit látsz azon? És te elmondod, hogy mit látsz. És akkor én azt mondom, hogy az az. Mert miért? Mert utána jön a hatás,
hogy az absztraktnak az a lényege, hogy mindenki azt látja meg, amit az ő világa, belső világa mutat. Tehát ez a feladata egy absztrakt festménynek, hogy az én lelkem, látásom sugalljon valamit az adott képből? Így van, így van. Mondok hozzá egy példát. Például van egy sárga háttér, függőlegesen van egy csík, és itt van, mint egy, hogy egy kis napfényes árnyék lenne csak benne, és elkezdjük nézni, és akkor te jó Isten, mit látok? És valaki azt mondja, hát ott azon a ponton túl van a túlvilág. Akkor igen, mert te azt látod abba a képbe, és ez a lényeg. Ha meg én azt mondom, mert nekem ez a kép inkább egy ilyen bársonyos, ringatódzó kehely, egy fekvőhely, akkor a számomra ez vált belőle fontossá, vagy ez vetíti ki az én lelkemet. Így van, mert amikor már sugal egy hatást, akkor van értelme annak a képnek. És van tehát mondhatjuk, harmóniája. Hogy eleve egy festménynek meg kell szólítania a nézőt. Abszolút, igen. Ezért járunk kiállításokra, hogy keressük a saját énünket, hogy na most ez a kép nekem tetszik, a másik kép másiknak tetszik, harmadik kép harmadik, és keresem hozzá a színvilágomat, és összességében a természetességemet keresem a kép által. Ez nagyon érdekes, amit most mondasz, hiszen mi sokszor foglalkozunk a kiállításra járni jóban, hogy mi is ez tulajdonképpen, és már odáig eljutottunk, hogy még egészséges is, mert észrevétlenül kilométereket jár be az ember, de ezek szerint a legeslegfontosabb az önmagunk keresése, az önismeretünk fejlesztése. Így van. Mindenféleképpen. Na most akkor egy kicsit a színekről, hiszen már elkezdtük magát a festményeket boncolgatni, amiket én itt látok, rendkívül intenzív, nagy hatású színeket és formákat használsz. Igen. Hát első körben annyit mondanék erről a képről, hogy ez akril festék, olajhatású, és a szivárvány minden színében lehet vele dolgozni, pasztel színeket meg ugye keverni. És a színek harmóniáját a egymás mellé tevése adja, és azt gondolom, hogy mivel hogy nagyobb képeket, vagy hát nagyobb eseményeket festek, ezért látványosabb az a hatás, ami átjön a képeimről. Szinte kiugrik a vászomból, igen. Pedig akkor most egy kicsit az alapokat, hogy ugye egyszer már kiejtettük ezt a szót, hogy feszített vászon, igen. Szeretném, ha ezt megmagyaráznád. Igen. Ennek van egy rámája, majd a bemutatón megmutatjuk, egy fa keret, és erre rajta van a feszített vászon, úgy szó szerint feszítve. És ezt ugye le kell alapozni, igen. Utána igazából meg kell tervezni, hogy én mit szeretnék festeni, azt megrajzolom, és utána a színeket is megtervezem, és szépen megfestem a képet. Számodra a színek mit jelentenek? Mert ahogy én néztem, a te lelki világod egy forrongó belsőt jelent? Igen, igen. Hát mondhatni azt, igen, hogy szokták mondani, hogy hát ezt nem mondanám önmagamról, hogy tűzről pattan menyecske, de tehát intenzív. De egy rendkívül igen, intenzív igen, életet igen. És szuggesztív egyéniség igen, vagy. Gondolom, hogy ezt a vonalak, a formák, a színek nekem ezt sugallják, ahogy önök is látják a képeket. Ami érdekes számomra, hogy te tulajdonképpen fel is hagytál teljesen az eredeti foglalkozásoddal, és most ez az életed. Igen. Mit szólt a család például? Mindenki azt kérdezte, a családom és a ismerősök is, hogy eddig miért nem ezt csináltam, és bátorítottak, hogy igen, csináljam ezt, folytassam, mert hogy jöttek az ismerősök, és mutogattam, hogy hát nézd, ezt csináltam, és tetszett nekik, hogy hát akkor ösztönöztek erre,
hogy ez jó, mert igen, ugye fordítva is első lehetne, amikor ugye az embernek meg kell küzdeni a családdal, vagy nem azt mondják, hogy ó, pedig mennyivel jobb pénzügyi szakember voltál, hanem nálad pont fordítva, hogy milyen kár, hogy ezt eddig nem csináltad. Kiállítások volt már, megmérettetésed? Igen, volt egy hónapos kiállításom, elmondhatom, hogy jól sikerült, és a kiállítások azért jók, mert hogy ott mindig az ember kap egy esetleges kritikát, ami építő jelleggel hat, és ezáltal ugye tud formálódni az ember. És hát keresem továbbra is ehhez a lehetőséget, hogy kiállítások legyenek. Közel 100 képet festettem közel egy év alatt. Igen, mert amikor elkezdtem a szakkönyveket bújni, valahol olvastam, hogy festővé csak az válhat, aki naponta egy képet megfest. Na most úgy gondoltam, hogy én kipróbálom magam, hogy meg tudok-e naponta egy képet festeni, és hát sikerült, és mindent írtam részletesen, és megérett bennem a gondolat, hogy ha én ezt meg tudtam csinálni, akkor szeretném én ezt átadni tanfolyam formájában, és most egy pár hónapja elindítottam egy tanfolyamot, és hát ezt folyamatosan csinálom. Ez biztos, hogy sokunkat érdekel, mert még ha meg is fordult valakinek a fejébe, hogy de jó lenne egyszer festeni, kipróbálni magam, az emberek többsége nem mer belekezdeni, mert hát nem vagyok én már iskolás, mit szól majd a gyerekem, meg nincs hozzá önbizalma, vagy azt hiszi, hogy ó, hát azt gyerekkorba kell elkezdeni évek hosszú során, te pedig azt mondod, hogy te tanítasz valamit, és mondtál egy szót, hogy jobb agyféltek és festés, igen, még az elején. Igen. Ez mit jelent? Igazából ez egy amerikai rajztanárnő dolgozta ki, és most világviszonylatban működik ez az egész dolog. Igazából, ezt most a saját gondolatom szerint mondanám el, hogy én úgy látom, hogy az emberek a technika felé fordultak, az internet, a mobil felé, és most ez az időszak már le fog csengeni, mert a mobil mindenkinél nála van, és elő fog jönni az a saját ényükbe, hogy ők kreatív, a kreatív tudásuk, az igényük, hogy ők mit szeretnek, mit csinálnának, és ezekbe a körökbe kinek mi tetszik, majd szépen belép. Megint az önkifejezés, a sok technikai eszköz, van, meg egyszerűsítésből. Mi az, amit én tudok? Mire való a kezem, a szemem, a látásom? Így van, és akkor én erre dolgoztam ki, hogy visszatérjek a tanfolyamra. Igen. A jobb agyféltek és rajzolás és a modern technikai eszköz segítségével, adott esetben az akril festékkel, ami ugye aránylag gyorsan tudunk haladni, mivel hogy vizes bázisú festék, és ezzel szépen ez alapján kidolgoztam a technikát, és ezt tanítom meg akkor a hallgatóknak. Akkor te egy kutatófejlesztő is vagy? Hát az túlzás lenne, de hát én ennek a technikáját most kidolgoztam, és ezt próbálom továbbadni. Akkor én most azt mondom, hogy kezdjél egy picit tanítani el minket a nézőkkel együtt. Jó, rendben. És csodák csodája, tudják, hogy ez a stúdióasztal terű asztalkám is tud lenni. Hát most tele lett festőszerszámokkal. És úgy folytatjuk tovább műsorunkat, hogy tanulunk egy kicsit festeni. Na, akkor kezdjük előről, én most ezt a csodálatos csendéletet, hogy már a festészet világában maradjunk, szétszedem, és egyrészt mutatnék ugye egy ilyen teljes, elkészült képet, íme gyönyörű, ez egy mű, amit bárki meg tud festeni. Így van. De, kedves Edit, én most gyorsan előveszek egy-két dolgot, amivel meg tudjuk tanulni, hogy tulajdonképpen ez a kezdet, így az van. Eredet.
Így van. Erről, amiről már beszéltünk is, a feszített vászon rámával itt ki lehet ékelni, és utána, amikor... Ez a vászon, ez vászon? Viaszos ez vászon? Ez rendes a... vászon. Festővászon. Festővászon, igen. Ez amúgy gyárilag így vásárolom készen, és amikor ez ugye megvan, utána jön. Meg kell tervezni, hogy milyen képet szeretnék festeni. Uh-huh. És ezt megrajzolom. Jó, akkor itt most megállunk. Tehát a sima fehérből lesz egy ceruza rajz, vagy grafit, vagy minek hívjuk rajz, ezt? Itt most a nézők rajz. Látják, hogy van egy terv, és mellette látják az elkészültet. Így van. Tehát akkor most itt látjuk a rajzot, a tervezetet, igen, meg egyszerre látjuk az elkészült művet. Ezt mivel készíted? Ezt grafit ceruzával megrajzolom, megtervezem. Tehát itt egy kis rétet lehet látni, előtte van egy kis víz sziklakerttel, igen, kis növény, egy kis fenyő, gyönyörűen süt a napocska, és utána itt meg van rajzolva, itt szépen a színeket is megállapítom, és szépen megfestem magát a képet. Beszéltünk az akrilról, hogy szereted, mert gyorsan szárad, igen, meg vizes alapú. Így van, így van. Ezeket is tulajdonképpen a saját igényed szerint megvásárolsz egy tubust, különböző gyönyörű színeket látunk itt, rózsaszín, szürke, fehér, sárga, fekete. Ez igen, végül is mindig az adott képhez. Igen. Ezeket a festéket a szivárvány minden színében lehet megvásárolni. Vizes alapú festékek, olajhatásúak, nagyon szépek, és ezek az akril festékek az 1950-es évek óta már léteznek. A műanyagnak, a műanyag gyártásnak a melléktermékéből származik ez, csak az olajhatás, olajfestmények mellé nem nagyon engedik be ezt a típusú festéket, de hobbinak ezt ajánlanám mindenkinek. Na most itt egy egész csokorra való ecsetet látunk. Így van. Gondolom, hogy ehhez is már szaktudásod van, hogy melyik mire való. Igen. Mindenféle ecset, de ajánlanám, igaz, hogy kicsit drágább, de a nyest ször ecset a legjobb. A többi egy ilyen finom, magyarul műszörme, de ez is megfelel a célnak azzal, aki most kezdi először, hogy ne kerüljön olyan sok költségbe neki a festés, mert hát azért összejönnek itt a költségek, hogy minden eszköze meg legyen ahhoz, hogy el tudja kezdeni a festést. Most előkészítettem ide egy ilyen kisebb feszített vásznot, amit lealapoztam, és erre fogok festeni egy rózsát. Otthon, akár egy konyhaasztalon egy teljes festőműhelyt tudunk berendezni. Itt csodálatos színek kerülnek elő. Nem vonom el a figyelmet arról, hogy most Edit kever. Bejelölöm, hogy hova fogom a rózsát festeni. És szépen gyakorlatilag ez egy ilyen egylendületes festés. Tehát mindjárt színárnyalatokat is viszel egyszerre, igen, a képre. Igen, így. Tehát tulajdonképpen az egy ecseteden van a sárga, a narancsos sárga, meg az élénk. Így van, így van. Nem is tudom, hússzínű. És akkor még ide tudunk csinálni egy kis díszt. Esetleg. Ez neked rögtön elsőre ment, vagy azért volt kép, amit elrontottál? Azért kell gyakorolni, tehát egy szakmát sem lehet megtanulni egy nap alatt. Gyakorolni kell mindenféleképpen. Nagyon jó pofa. Szinte már kedvet kaptam, hogy jaj, add ide egy kicsit, igen, az ecsetet. Nagyon-nagyon tetszik. Jó. És amikor tanfolyamot tartasz, akkor ezt mind ugyanígy eszemléltetve elmondod a hallgatóknak? Igen, ott mindenki a saját egyénileg választott képét festi meg. Uh-huh. De a technikára tanítod őket? A technikát megtanítom, és ő a saját színvilágában, mert hát ugye a kreativitás, ez az önkifejezés. Igen, igen, hát erről szól.
És még egyszer a jobb agy félteke. Mitől igen. más, mint a bal? Akkor még egyszer ezt megmutatnám. Itt bejelölöm. Hú, de nagyon megy neked ez a színek kombinálása. Így, és akkor így. De jó. Jó. Gyönyörű. Valójában ezek a tanfolyamok akkor elérhetők? Lesz most valamikor tanfolyam? Igen, mindenféleképpen a honlapomon megvannak a tanfolyam időpontjai, helyszínei, és ajánlom mindenkinek.